estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönjük szépen! Interneten kaptam, hogy szólítja a hülye gyerek az anyját. Apu. Sok-sok levelet kapunk, még ennél is komolyabb. De amikor a Jáksó mond valami ilyet, és a közönség ennyire kacag, annyira hülyének érzem magam, hogy... Velem más van. Én belehalok, én gyűlölöm. Gyűlölöm, hogy másnak tapsol. Ne haragudj. Andis, a te műsorodból a Jáksó fölülről, vagy alulról ló ki? Még nagyon ne beszéljünk az én... Hát, vagy ránézünk, hát, akkor tényleg... Már de... öltözékileg gondolod? Tessék, Laci, hoztam neked egy ilyet. Olyan paraszt vagy, hogy tehénbőgés a csengő hangod. Ott lett az a pillanat, amikor a parasztok írnak levelet majd azért. Bocsáss meg, hogy eléd vágok. Egy kedves hölgy írt egy levelet, hogy én elmondtam egy viccet, amelyben egy Parkinson-kóros férfiről van szó, és hogy az illető hölgy ebben az igen súlyos és nagyon kellemetlen betegségben szenved. Rosszul esett neki, elnézést kérek. Természetesen nem a Parkinson-kórosok ellenében óhajtottam föllépni, együtt érzek minden beteg emberrel, de azért hadd mondjam, ez egy vicc volt, semmi más, csak egy vicc. Aztán majd még egy helyreigazítás kell, mert kapom, most, hogy visszajöttem, már azért kapom rendesen a levelet. Hogy azt írja, nem olvasom fel a levelét, ne haragudjon, bár azt kéri tőlem Erdélyi Kati, hogy hosszú évtizeden keresztül fényképész volt, és neki is a vérében van az, mint a gazdáknak, a parasztoknak, a földművelés, és hát lehetetlen helyzetben abba kellett hagyni a hivatását. Teljesen megértem, és sokan vannak még így, színészek, kohászok, bányászok. Egyetlen egy a különbség, szabadjon egy kis diszincióval élnem, hogy a földművelésnek évszázadokra visszamenő hagyományai vannak. Ennyiből úgy gondolom, egy picit más, mint a fényképészet, ami körülbelül 120 éves. Bocsánat. Rengeteg levelet kaptunk az úgynevezett ügynök üggyel kapcsolatban, ami most zajlik. Egy érdekes kérdést tett fel egy név nélkül érkezett e-mail szerzője vagy küldője, idézem. Miért kell egy olyan országnak arról beszélni, hogy az átkosban ki kinek jelentett, ki kit jelentett fel, amikor 15 évvel a rendszerváltás és majd egy évvel az unióhoz való csatlakozás után önkéntesek had a kérés és kényszer nélkül tesz feljelentéseket? És a tüntetőgazdák ügyében is sok levél érkezett, nagyjából ugyanannyi szól ellenük, mint mellettük. Szőke Zsolt Kartal község állatorvosa egy hosszabb levélben küldte el műsorunkat, illetve a műsorunkban elhangzottakat bíráló sorait, amelyekből engedjék meg, hogy csak két momentumot ragadjak ki. A gazdatüntetés kifigurázható, és tény, hogy nem politikamentes. De szentül hiszem, így a levélíró, hogy ha ma jobboldali kormány lenne, a szocialisták most szegfűt osztogatnának te a mellett a kormány ellen tiltakozó gazdáknak. Levelének utolsó gondolatát is igen fontosnak tartom. Ezt írja, pártfüggetlen nemzeti összefogás híve vagyok. Az országunk jövője nem a pufajkázás vagy a hazafiaskodás. Orson Welles mondta, a hazafiság nem más, mint az erőszak önigazolása. Az én kedvencem meg az a vicc, ez most megy interneten körbe-körbe, hogy japán turista SMS-t ír a hozzátartozóinak, leírtam, jól vagyok, rengeteg fotót készítettem, Budapest csodálatos, de az utak olyan szarok, hogy mindenki traktorral jár. Hölgyeim és uraim, Bajor Imre! Dávid Jani! Hernádi Judit! Merevet István! Hajós András! Tartasági Tivadás! Csak a szabad még egy helyre igazítás, mert ez elevenbe vág. Jó pár adással ezelőtt azt
merészeltem mondani, hogy Orbán Viktort elmarasztalom azért, mert hagyja a nyalást. Tehát, hogy hagy magának nyalni. És itt Gulcsi Lajosnak egy nyilatkozatából idéztem, amelyet Gulcsi Lajos, aki egyébként televíziós volt, jól tudom, gazdasági műsorokat vezetett, ugye? Tehát újságíró is volt. A következőt idézi saját magától, és kéri, hogy aminek alapján én ezt mertem mondani, ezt olvassam fel, annyit felolvasok. Azt mondja, hogy... Jusson már a nyalásig, kérem, hát nem, mindjárt mondom. Bírom kivárni. Azt mondja, kit tart példaképnek, ezt kérdezte tőle az újságíró, második Rákóczi Ferencet, a gyereket, a fejedelmet, a bujdosót, most felnőtt fejjel is. A mai világban nincs igazi példaképem. Aztán kiderül, hogy van. De sok olyan ember tisztelek, akiknek a munkássága, a tehetség és a szorgalom nagyon magasan áll a zászlómon, kiemelkedőnek tartom. A művészetben Makovecet, a sportban Balczót, a politikában Orbán Viktort, akit született és az idő által is naggyá nevelt tehetségnek tartok. Véleményem szerint ő az, aki látja és képes láttatni, hogyan kell és hogyan lehet a mi országunkat irányítani. Mindannyian élünk valami fontosért, ő valószínűleg ezért született. Kérem szépen, megkövetem Gulcsi Lajost, ez valóban nem nyalás. Valaki nagyon erőszakoskodik, én is hagyom, hogy nyaljanak. De azt is kérte Gulcsi Lajos, hogy ne ironizáljak. Valóban nem ironizálok, valóban ennek alapján én tévedtem. Hát vagy... Önöket nagyon kérem, hogy ne hozzanak olyan helyzetbe, hogy kiderüljön, hogy önök tévednek. Hát Pista, már azért is rossz volt a párhuzamod, hiszen Gulcsi Lajos nem hasonlíthatta a második Rákóczi Ferenchez, mert még nem bujdosott. Az egy... Egyet hadd mondjak, a feleségem ült a metrón. Ritkán jár Budapesten, kevés ideje van, elővette egy 168 órát, ezt a maga heti lapot, és elkezdte olvasni. Jó, mert azt hittem, hogy árulta, hogy 168. Szembe vele ült egy hölgy, aki így nézte, majd benyúlt a táskájába, és kivett egy demokrát. Ha harc, legyen harc. Bocsássam a fel. Szeretnék se nem bal, se nem jobboldali lenni, de egy biztos, ha egy jobboldali járókelő utas a metrón elővesz egy demokratát, meggyőződésem, hogy a vele szemben ülő baloldali nem veszi elő a 168 órát. Ettől gondolom, hogy a jobboldaliság ma vallás. A baloldaliság, hát az is... Pista! Azt nem mondom, hogy micsoda. Ha a feleséged nézni a Korda Gyurit, aki újabban nem csak énekel, akkor ezt csinálta volna, így hosszan tartotta volna a 168, tehát kicsit megnyálazza a kezét, és akkor így csinál. És akkor egy hócipőt, vagy egy népszabát. Ráhúz! De ez tényleg, hogy négyen ülnek, kártyáznak, azt mondja, 168 óra. Magyar nemzet! Heti válasz! Füles! Borzasztó! De az annyira ország. Édesen, ha már felhoztad, ezt én szoktam nézni, hogyha véletlen oda kapcsolok, és azt annyira édesen kommentálja a Korda Gyuri. Én azt hiszem, hogy szexfilm. Hogy én annyira meg fogja adni! Meg fogja adni! Ne adj! Imádom! Az én olyan... Azt mondja vele, hogy apám én... Pókereztek a Bicskei Tibor, a akkori kedvesével, a Kaládi Gyerő, négyen, apám, anyám, Bicskei Tibor, nagyon jó barátságban voltak. És egyszer a Bicskei a kezé volt egy lap, és bedobta. Tehát kiszállt a játékból, passzolt. De a másik háromnál ment egy őrületes, nagyon izgalmas kör, ráhívás, lapkérés, minden, és a Bicskei nézte, nézte, és már nem bírta, nem volt lap a kezében, azt mondta, és 200! Köszönöm.
Gyerekek, azt így, Imre, ne haragudj, azt hadd kérdezem már meg tőled is, hogy mindig, amikor beszélgetünk, kiderül, hogy ti azért így elég jól ismeritek ezeket a tévéműsorok. Ez is valamikor este felé van. Ezeket felé mindig tényleg csak a tiédet mindig nem nézzük. Nem, én azt akartam kérdezni, ti mikor isztok? Vagy mi minden tévéműsor meg? Miért kéne? Amikor a hajós műsor megy. De ott úgy iszunk, hogy arra már nem is emlékezünk, hogy mit áll. Ha józan vagy, akkor sem. Akkor. Azért hajósban még van két adás. Őszintén szóval arra hajtok, hogyha az egész majd később valamilyen formában egy ilyen rövid kis blokkja tud lenni a Gálvölgyi Show-nak, és ezzel aztán ezt megbuktatja, akkor én már... Én tényleg azért vagyok kénytelen minden Ócska tévéműsort nézni, hogy hátra valamiből lehet parodni. Nem, de hogy hátra mindenből lehet. Te nem is vagy ebben. De valami olyan rossz, hogy nem lehet belőle parodni. Ő mindent megtett, ez halál komolyan. De mi baj van azzal? Nem, csak egy dolgot. Ezt te meg tudod nekem magyarázni. Nem azt kéne sugallani, hogy nekünk mennyi sok tehetségünk van. Tehát, hogyha egy bármilyen műsor azt sugallja, hogy ezt nézzék meg, hogy nekünk mennyi sok baromi sok tehetségtelen emberünk van. Hogy az biztos, hogy jó? Tehát, hogy az egy pozitív... De szegény hajós most... De szegény, nem, ezt meg tudom azért szóval mondom, nem. Hogy te abszolút, isteni voltál, amit láttam. Nem, nem akarom, az nagyon... Nem kell nyalni, abból baj lesz. Nem jó, nem? Ez nagyon, nagyon ízléstelen lenne, hogyha én most úgy tennék, hogy jaj, hát én úristen, azt se tudtam, hogy hova csöppentem, és én nem. Én ezt de most el tudod képzelni, hogy 600 ember ül benne egy kultúrházba, fél éve várják a műsort, azt a hölgyeim és uraim, és most következik az a szar, amilyet még nem látod. Fugyi Béla, hát ez nem lehet. Imre, hát egyrészt te el tudod képzelni, hogy meghallgatod, amit válaszolok, vagy? Nem. Vagy nem. Az jó, akkor adjuk. De válaszolja. Ennek az volt a tehetségkutató az van. Tehát ahol ilyen úgynevezett igazi tehetség. Tehát ilyen kinyitószerű. Ez egy kereskedelmi piac. És ezen volt egy rés. Tehát olyan még nem volt, hogy azt a tehetséget mutatjuk meg, hogy valaki egyébként egyéb irányú tehetség hiány a bátorság tehetségével rendelkezik. Az önmagának felvállalásának tehetségével rendelkezik. De egy műsorra jó. Ez a például... Téged szerettelek mindig. Mindegy, figyelj, most mondnál, abban marad ez a műsor, azért itt a helyen halálosan biztos egész addig, amíg a havas vissza nem jön. De ti nem tudjátok neki, milyen nehéz dolga van nekem. Véletlen volt ilyen műsorom 79-ben. Hol? A Váci Humor Fesztiválon, a Szabad Színpadon. Ott sikolt ki neki is a pályája. Nem lehet neki semmit mondani, mert a lelkükbe gázolsz. Volt egy úr, aki azt mondta, hogy ő meg tudja csinálni, hogy egy hölgyet választ a közönség sorai közül, és annak egy karikás ostorról a csikket a szájából kiüti. És hát mondtuk, hogy jó. De jó, hogy nem én voltam a nő, mi? De ez a vége volt a produkciónak, mert előbb a legkönnyebbet csinálta, hogy tart egy népszabadságot, és a karikás ostorra szétvágja. És jelentkezett egy hölgy. Mikor volt ez? 1979. Figyeltek? Már 79-ben a Farkasházinál olyan műsor volt, ahol ostorral ketté vágták. Már akkor lazította a rendszer. Mondjad, Eddikém! Eddig tetszett a dolog, csak az volt a baj, hogy ugyanaz a mozdulattal a nő fejét is így ketté hasította, és egy hihetetlen ilyen vörös hulka volt a fején. Utána az újság felével megismételt a produkciót, hát akkor már a nő úgy nézett ki élességet. És hát leállítottuk a produkciót, a hölgy érdekében, mert mi gáláns lovagok vagyunk a Sinkóval, de kiderült, hogy a nő a felesége, és végigkergettek minket a főtén, hogy belegázoltunk a művészetükbe. Valamelyik Melody Broadway filmben van, hogy a Fred Astaire valami nem színházigazgató, vagy nem tudom mi, és állandóan jön egy palyasz, hogy egy kerekű bicikli, könyök, nem kell egy kerekű bicikli, de egy kerekű bicikli, a világ legjobb egy kerekű bicikli. És állandóan a filmen jön, és a mit tudom, egy óra után azt mondja, jó van, hát akkor jöjjön egy kerekű bicikli, megnézem. És a Pali elindul a portálból, bekerekezik, és a sugoluknál ugyanúgy így beesik, hogy...
sárokban. Hát ez az. Hát ez amikor olyan cirkusz igazgatóz, hogy uram, nekem van egy beszélő bolhám. Azt mondja, igen, és? Az Egyesült Államokban várhatóan... Jó, megvédte magát a hajós. Mi hagyjuk? Megvédnek engem a nézők. Egy millió 910 ezer. De mikor ki akart menni, idesugta nekem, hogy téged szerettelek. Mert neked van lapod, abból van valami jövedelem. Én másra gondoltam. Ezzel a mondatom, hogy... így nyilvánosan nem vállalom fel, meg... így azt mondom, hogy utállam. De még a vezérciket is meg tudod zenésíteni. Miért? Ez ugyanolyan. Ezzel a mondatom... Az is tett, hogy föllépsz a saját műsorodban. Ez aljas volt, tudod. De János, te tudnád magadat parodizálni? Nem. Köszönöm, Isten ilyen csináltad. De le... Neki meg a 28. születésnapja van. Kíváncsi vagyok, hogy a nézők kitalálják-e hány éves a Bajor. 48. Mennyi? 48. Na azért, mert olvassák az én összeget. 48, de ki nézek annyina? Ugye, hogy nem? Pista maradjál nyugodtan. Ha sokat mondok 52-nek, de akkor nagyon sokat mondom. Nem, abszolút, tényleg. Én úgy érzem magam, én is azt szoktam mondani, hogy szeretnék addig élni, ahogy most kinézek. A műsor első híre. Éppen meghatódtam volna magamtól, amikor bocsánat. Bejött ez a 40. Én azt javaslom, hogy az Imrére is szálljunk annyi időt, amennyi velem eltöltöttünk. Nem, annyit semmiképpen. Na jó, de neki most már nincs külön műsor, mert az ő bajorsója már tavaly megbukott. Hajjaj! Ez egy kedves ember. Jó Istenem! Az egyesült... Szeretek barátok között lenni. Így születés... Igen, mert mi nem a hátad mögött mondjuk. De az a legnagyobb fájdalmam, hogy a Gábor is 30 éve megy folyamatosan. Tényleg, nem tudom mondani sem. Az Istennek nem akar abban maradni. Nagyon régen. Az Egyesült Államok... Generációk alszanak erre. Te nem hagyod, hogy tovább megyünk. Az Kisolyával! Ja, le, bocsánat. Az Egyesült Államokban várhatóan hamarosan elfogadnak egy törvényt, amely lehetővé teszi a vevők számára, hogy tetszés szerint módosítsák a megvásárolt filmek vagy zenék tartalmát. A cél az, hogy kiszűrhetőek legyenek a gyermekek számára nem kívánatos részletek, például a káromkodás, a szex, az erőszak vagy éppen az istenkáromlás. Eljól írtam egy nagyon rövid jelenetet. Muszáj lesz, muszáj. Na de micsoda előadás. Csak azért mondom, mert nem vagyok benne. Hát nekem igen, nem... most a Verebes a főszer. Tudom. Ez egy ilyen születésnapi ajándék neked. Neked. Lepontozom, tessék. Jó napot kívánok. Az Otellót kérném. Az Otellót, fehéret vagy a feketét? Színes a tévém. Nem azt mondtam, hogy fehér-feketét, hanem azt, hogy fehéret vagy feketét. Nem értem. Van fekete Otellónk, ez a hagyományos, és van fehér Otellónk, és skinhead apukáknak. És még milyen van? Folytogatós és ölelgetős. Hát inkább a Rómeót és a Júliát. Melyiket? A két órásat vagy a nyolc órásat? Nyolc órás? Hát ez hosszabb, mint a Talbira sátán tangója. Igen, mert Róma és Júlia nem hal meg benne, és még nagyon soká szeretik egymást, ifjú nézőinkre tekintettel, sőt, Tibált és Mercutio az esküvői tanuljuk. Mi van még? Hamlet. Abból hányféle van? Hát ugye van a klasszikus, meg a drágább. A drágább az mit tud? A Hamlet, Polonius, Ophelia, Laertész, Claudius és Gertrud is élve maradt benne, sőt, Hamlet atyának szelleme is. De bocsánat, de miért drágább? Viccel? Hát sokkal több a gázsi, mindenki végig a színen van. Kivéve a két sírásról, aki emiatt bánatában tökön szúrja magát. És mi van még? Az ember tragédiai Lucifer nélkül, Faust Mephisto nélkül, továbbá Lea Fejjel Gangsta Zoli nélkül, mert ugye olyan nélkül. Itt a Lea Fejjelre visszatérnék, és akkor ki marad meg benne? Csak a Gálvölgyi, a Hernádi meg a Bajor. És milyenek? Borzalmasak. Esküszöm magát, magát megöli a Gálvölgyi. Akkor adok hozzá egy ollót. Minek? Hogy utána vágja ki.
Ne haragudjatok, de én pont ma kaptam meg, mert ezt én elmeséltem, ez is mese, a Kormos Istvánnak a Vackorról az egyik meséjét, ugye, ami három részes, ugye ez most a Mackor óvodába megy, aztán majd fog iskolába menni, ezt nem tudom, hogy azt el fogom mesélni, tényleg nem szabad megmutatni, így mutatom, ilyen szögben, egy kis pédé. És azt akartam elmondani, hogy én nagyon gondolkodtam rajta, hogy egy negyedik rész is kéne felnőtteknek, Loncsos, Lompos és Bozontos. Mackor a kutberájban. Igen, és akkor... Ezt annak idén a Márkus Lászlóval volt, emlékeztek rá. Piszém, piszém, kölyök Mackor! De ez volt. De Juci szájában jobban hangzik, hogy Loncsos, Loncsos. Na de csak úgy, ha megmutassa. De ez most csak ilyen hang, tudod? De azt... De el lehet képzelni, amikor mondom, hogy Loncsos, Lompos. De én azt képzeltem el, hogy vesznek egy ilyen filmet, amiben van egy szexjelent, és akkor otthon, mit tudom én, egy ilyen amatőr filmesként leforgat egy részt, hogy a gyereknek ezt ne kelljen megmutatni, és közben mit az anya főz a konyhában. A fiamnak vannak olyan programjai a számítógép. Ja, hogy a főhős beviszi az utcába, megver embereket, lelő, menekül, azt csinál vele. Nem, hát én elolvastam, itt van egy szűrő, amit rákapcsolsz a DVD-re vagy a videódra, és akkor ott ugrik egyet, amikor azt mondja, hogy és akkor megpróbálom. Ez jó lenne, de nem te kapcsolod rá. Te. Van olyan, például vannak olyan magyar filmek, főcím után rögtön a végére ugrik. Vagy a trágások egy parlamenti közvetítés. Ennyi az egész. Ez alatt a délután vele. A Juci fejéről eszembe jutott valami, mondhatom? Igen. A Gábor Zsazsa kalambolozott. A fodrász... Ez jutott eszébe a tegyének volt. Igen. Nem. Ebben a korban már meg se érett. Ez szemétség. De ki fogok lyukadni rá, hogy miért gondolok. Nem. Kalambolozott a fodrász, nekivitte a falnak, és időlegesen tolószékbe került, és 108 millió dollár kártérítést kért a fodrásztól, de hát a bájai most már eléggé, hogy mondjam, second hand, tehát... Egy 2 millió dollár... Vigyázz, Juci, ezt neked mondja! Nem. 2 millió dollárt kap a fodrászától fájdalom. Miért? Nem a rossz az. Azért meg kalambolozott vele, és a fodrász vezet a kocsit. Ja, értem, a fodrász vezet a kocsit. Most a Juci fejére gondoltam, hogy mibe kiol a fejed, hogy ott olyan fodrászok vannak, akiknek úgy 2 millió dollárjuk van egy ilyen kárterítéssel. Nem, az ő fodrász az valóban olyan lehet. Na de ott nyilván az lehetett tenni, hogy talán nem olvastál, nem olvastad jól ezt a cikket. Szóval a fodrász nagyon sok minden mást is csinált. Nem csak hajat, hanem az egész művésznőt néha úgy bedajerolta, ha szabadik. Erről akkor beszéljünk, hát akkor ez egy virtuóz. Ha Hernádi is majd tolószékbe kényszerül, akkor visszatérünk erre a témára. Miről jutottam az eszedbe, de ősz? Hát a fizujádról. Igen? Hogy most kártérítést... Nem, hogy ilyen drága egy frizúra, hogy 2 millió dollár... De most tudtam meg, hogy a fodrász mi minden. Igen, az volt. De szerintem, igen, hát nem. De ezt te tervezed, vagy? Ezt nem alszom a fodrász. Én komolyan mondom, én beülök, én annyira bízom a fodrászba... Sőt, a Jucinak el se kell menni, elküldi a parókát. Ha mondja le... Ne ügyeskedj már, hogy küldeni el, amikor be van rúgva? Reklám következik, és utána folytatjuk a beszélgetést. Egy spontán vicc, Verebes Pisztánya. A parkban évtizedek óta áll egymással szemben egy mesztelen férfit és egy mesztelen nőt ábrázoló szobor. Arra jön egy tündér, és megkérdezi tőlük, mi a kívánságuk. Mindketten ugyanazt kérik, fél órára hagy tudjanak mozogni, hagy legyenek húsvér emberek. Oké, a tündér teljesíti, ők eltűnnek a bokorban, nyögés, mozognak az ágak, minden, aztán visszajönnek, és így nézik, hogy van még 5 perc, hogy mit csináljunk. Mondja a másik, hogy ugyanazt, mint az előbb, jó, de most te fogod le a galambokat, és én szarom le őket.
Nagyon uralkodtam magamon. De látom, véresre, gyakorlatilag véresre kaparja a tenyerét, hogy kivéle rövő. Én ebben egyszer láttam, tapasztaltam egy nagyon édeset. Ez körülbelül a 70-es évek elejére teltő, 71-72-ben Kaposváron voltam színész, és akkor jöttek be ezek a utcaseprő gépek, tehát amik villogtak, és így mentek a kefék. És este előadás után mentünk a főutcán, és jött egy ilyen gép, amelyik itt villogott kefé, és a másik oldalon állt egy igazi utcaseprő. És azt mondta, az édes jó anyádat, mit tudsz te? Villogni, meg pörögni tudsz, de nem én tudom, elnyom, és átkozta a gépet. Ez olyan helyes volt. Van ennek egy másik változata is, hogy ilyen költő sétál a természetben, és így megjön azt, hogy azért milyen igazságtalan dolog ez a természet, hogy itt van ez a szegény tehén, ez a pálmaék fű van csak neki, és ez a kis madár ebben a végtelen lélbe száldogál, és ebben a pillanatban leszalja egy verjébe, és azt mondja, azért mégis jó van ez így. Na már természetről van szó, nálunk ahol én lakom, ott még van hó, és valaki hóból csinált egy nyulat. Te itt laksz Magyarországon, igaz? Igen, hogy nyulat csinált, mert hogy jön a húsvét, és hogy hónyul. Ki? Hónyul. De ki csináltad? Nem tudom, azt hittem a szomszéd gyerek, akartam neki gratulálni, de nem ő csinálta. De az én garázsom elé csinálták, úgyhogy... Hogy a kezed törjön le. Ja, még mindig természetnél maradva, a dr. Kárpáti György nevű kedves nézőnk küldte, ez nem lesz olvasható szerintem, mondom, ez egy ilyen rács mögötti tábla. Figyelem, a sportpályát csak az iskola diákjai használhatják, mert baleset veszélye. Zimmer, Freit, azt így írta le. Ez meg az én egyik műsorom. Nagy a bor, lassíts! És hát aztán már csak úgy szöveg nélkül ez ilyen, kifelé jövet a kocsmából. Plagzi lassít. Jaj, de szörnyű, Pillanat, azt szabad megnézni. Régen volt olyan. Hogy te vagy-e? Ez a hajós, tényleg én. Szabad megnéznem, kérem. Az a vagy, hogy befele megy. András. Mutasd, kérem ezt az embert, hogy feltétlenül a műsoromban jelentkezzen. Tehát szükségünk van. Nyavajának már benne volt a tévében. De vigyázz, ő tehetséges. A Blackfair Siegfried mondta, hogy egyszer volt, azt látta, hogy ki van, volt, ment egy gyár mellett, ki volt, hogy halüzem. És akkor egyszer csak élüzem lett a halüzem. És akkor kiírták, hogy élhalüzem. Érezték, hogy ez nem jó, akkor kiírták, hogy halélüzem. Az se stimmelt, és akkor végig kiírták, halüzem, élüzem. Az volt írva a színházra, így a nyár vége felé, ilyen alkotmány 20. Aztán egyszer olyan feliratot is láttam, egy csapóajtón, volt egy felirat, hogy tessék vigyázni, a csapóajtó magától záródik, és alá volt írva, milyen ügyes. Az meg egy graffiti, hogy láttam egy ajtót, rá volt írva, hogy nők. Bementem, és csak WC volt, nem? Ez jó! Ez jó! Tiszta! Nevek! Pulitzer díj! De még nem estem rá. Azon könnyen segíthetünk. Legközelebb összehangolt mozgás végzünk. Jó. Szili Katalin házelnök elutasította Demeter Ervin és Répási Róbert fideszes képviselők interpellációs kérelmét, amelyben a miniszterelnök feleségének nagyapja Apró Antal pártállami szerepének kapcsán tettek volna fel kérdéseket. Vonyi! Ezt írta interneten. Tisztelt Répási és Demeter uraim, egyik ősöm bemapó seregében harcolt, egy másik hajnaunak hajtott fejed. Egyik Sztálin elvtárs seregét erősítette, a másik a Wehrmachtot. Két rokonom 56-ban egymást lőtte. Most kérem becses véleményüket, szégyelnem kell magam? És ha igen, mikor és ki előtt? Elnézést kérek. Nagyon megróttam Szegvári Katit azért,
hogy hebehúrgyán, majdnem azt mondhatnám, hogy hisztérikusan ezt a levelet megírta. De ez szilikatlan. Nem, most mindjárt fogom mondani, hogy kicsit várjál. Tehát az ő ügyének, és azt, amit írt a levélben, hogy tudjuk, felemlegette Gyurcsány családi kapcsolatait, a két dolognak nincs köze egymáshoz. Azonban. Annak azért van egy pikantériája. Gyurcsány Ferenc most a zászlóvivője, az ügynöklista, összes ügynöklista nyilvánosságra hozatalá illetően, ennek ő a zászlóvivője, miközben az ő karrierje motivált bizonyos kapcsolatoktól. Mondjuk meg, hogy az, hogy ő, az ő gazdasági karrierje létrejött, az bizonyos információk birtokában történhetett, és ez tény és való. Tehát ebből a szempontból én nem gondolom, hogy az országgyűlésre tartozik ez, hát de ez is föltárandó azért, vagy legalábbis belátásra kellene, hogy késztesse a miniszterelnök urat. Én nem hiszem, hogy a Demeter Ervinnek, vagy a Répási Robertnek bármi köze lenne. Az az anyósom, anyósának a nagypapája. Valamennyiünknek köze van ehhez. Ez valamennyiünknek köze van. Tehát lehetne érdekelni, hogy a saját frakciójukban is, nem? Hát tényleg, most a Gyurcsányról beszélünk, János. Majd ha beszélünk a másik frakció, a Gyurcsányról. Én nem hiszem, hogy az én anyósom, apósa az bármikinek köze lenne. Hova tovább nekem sincs semmi köze. De. De én anyósom, mert a miniszterelnökünknek az erkölcsi hitele az a egyben a de nem az anyósa apját vette feleségül. Na de akkor a Stumpf esetében, mikor kancellálja a miniszter volt, akkor firtattuk, hogy a Stumpf feleségének hát ki a papája. Igen. Lehetséges, adott esetben lehetséges, hát csak ellenkező előjellel, mert ott kompenzációról van. De én a Stumpfról néha írtam bíráló mondatokat, eszem ágában nem jutott ezt követni. Lehetett képzelni a Schwarzenegger, aki benősült a Kennedy családba, hogy bárki fölvirtatja, hogy maga mi vett el a Kennedy láncon? A Kennedy család az Amerika leggazdagabb család. Ugye, és azt nem furcsáljátok, hogy ő, aki egyébként nyilván tisztában van az, hogy milyen családi kötelékekben él, és rendelkezik egy nagyon komoly kommunikációs gépezettel, hogy erre a mondatra nem voltak, mert nekem az egy kicsit túlbuzgó, hogy balátod, a házelnök, balátod, hogy miért nincs erre egy jó mondat. Amikor... Én megmondom, most olyat fogok kapni, nem lesz, amit most mondok, minden. Olyan levelek fognak érkezni. Ha a Gyurcsánynak még több esze lenne, mint amennyi van, akkor mikor a miniszterelnök lett, azt mondja, van egy 3 milliárdos vagyonom, ebből 100 milliót megtartok a családomnak, és mint a Károlyi Mihály, a többit felajánlom karitatív célra, akkor lenne nekem hitele. Hát igen, csak én akkor úgy érzem, hogy rögtön két ápoló megfogná, és el is kísérni a rögtön. Nem. Pista. Ezt a Tolsztó is megcsinálta, az idealisták, és ha ezt megtette volna, akkor nem kellett volna semmilyen választási kampány. Pista. Jó Istenem. Aj, dehogy. Pista. Semmilyen választási kampány. Pista. Akkor azt mondták volna, és az a 100 millió, azt miért nem adja oda? Ezt nem mondták volna. Nem. Én az a baj, évek óta ezen vitatunk, te ilyen tisztaságmániákus vagy. Hát igen. Jó, mondok neked négy embert. Mao Zedong, Sztálin, Ferenc József és Kádár. Gondolhatod, hogy egyiket jobban szeretem, mint a másikat. A Ferenc József egy vaságyon aludt, a Kádár János kérlek szépen egy hókedliről etett a tyúkokat, miközben gizestésztát evett, a Mao Zedong ugye magas zubbonyba járt, és egy nagyon puritán ellen ember volt, ugyanúgy, ahogy a Sztálin. Tehát azt mondom, hogy nem biztos, hogy ilyen tisztaságmániákusnak kell lenni. Én azt gondolom, hogy ami miatt én arra a pályára mentem, amelyre mentem, annak ez a lényege. De mi? Hogy erkölcsi kérdésekben amennyire lehet fedhetetlenséget követeljek. Kérdezhetek valamit? Igen. Abszolút tényleg nem tudom a választ, pláne én 36 évemmel, de ő nem volt már milliómos, amikor elvette az apró lányt? Nem. Nem? Biztos? Én azt hiszem, hogy talán nem. Ezek de ha fontosan. Volt, akkor is már a 10-ben igen komoly szerepet játszott. Most szóval b***a meg mindenképpen? Nem. Egyelőre nem tudni, hogy miről beszél Gyurcsány Ferenc és Júlia Timon. Szerintem ez így elég. Egyelőre nem tudni, hogy miről beszél Gyurcsány Ferenc. Pont. Hatos.
és Julia Timoshenko, ukrán miniszterelnök azon a múlt szombati találkozón, amely váratlan gyorsasággal jött létre. A megbeszélésről jóformán senki sem tudott előre, az ukrán kormányfő gépe pénteken kért leszállási engedélyt Ferihegyen, és a találkozóra Timoshenko csak titkára és személyi testőre kíséretében érkezett a parlamentbe. Olyan csinos az a nő, hogy engem is meglepetett volna. Ja. Olyan haja, mint a ilyen fonott kalács, ugye? Ja. De az Oféliának a gazdag, Pista, gazdag. Gazdag a nő. A baj csak az, hogy aki ilyen gyorsan szokott jönni, az általában nem adni jön, hanem kérni. Dehogy is, erre röpült Muki. Azt mondja, hol vagy Budapest felett. Ki itt ma? Ma ki itt a miniszterelnök? Azt mondja a Gyurcsán, szálljunk már, dumcsizzunk egy kicsit. Tehát semmi, be... Nem lehet, hogy arról van szó, hogy ahogy egyre jobban megy az országnak, hiszen hát ugye ezt állítjuk, ugyanúgy, mint az éttermeknél, amit ezt aztán... Ez csak te állítod, hogy egyre jobban megy, mert én sportcsarnokokban mást hallok. Mi, akik, tehát mi állítjuk ezt, akikhez el szokott jönni az ukrán... Timoshenko. Julia. Tehát, hogy így, ahogy az ukránok néha bevédenek úgynevezett bevédés segítségével éttermeket, tehát, hogy úgy látták, hagyták ezt az országot, hogy menjen egy darabig, és már jobban megy, és átveszik. Az nem lehet. Ja. Nem tudom, gyerekek, de ha ez lemegy, te nagyon nagy szarba vagy. Ez tényleg. Megmondom, meg fognak látogatni, csak nem a Júlia. Ja, de időben ki fog derülni, a héten megtudtuk például Tutankhamen fáraó. Na ez nem, izgat engem baromira. Hanem mi volt, ügynök? Igen. Több ezer éven át alvó ügynök volt. De bemész a sírkamrába és meghalsz. Ott aki bement a század elején, az mind meghalt. Múmia. Sőt, aki nem ment be a század elején, az is. Az is. Annyian meghalt. Sőt, a század végén is meghaltak egy csapóban. Igen, hát viccelődtök, de ott egyik, a másik hát, után dobta fel a talpát. Mert a gombák a levegőben, amik valami ilyesmi, nem? A fáraó átka. János, engem ne ijeszkedj. Fáraó átka. Nagyon hangja kell, János. Gondolkoztál, János, gondolkoztál egy ilyen múmia paródián? Két héten belül nyilvánosságra hozza a homoszexuális és pedofil országgyűlési képviselők névsorát, amennyiben semmilyen Zsolt addig nem mond le, jelentette be Terry Black semmilyen kijelentésére, mely szerint... Na látjátok, hogy az ember néha megjelent. Az szavazzon a liberálisokra, aki szeretné, hogy a 10 éves fia első szexuális tapasztalatait egy szakállas bácsitól szerezze. Én azt sem szeretném, hogy a lányom. Valamint... A lányom egy szakállás. De annak inkább megvan a veszélye, ha rám nézel. Elmondanám, hogy én egy szakállas nénitől szereztem a sasukat. Melyik dimenzióban van szakállas? Így erősödött a magyar-bulgár barátság. Ez is egy per, valamint azt, hogy gyermeke szájába az iskolában marihuánás cigarettát nyomjanak. És ha még csak azt... Én azt hallottam, hogy most a Tömjén Zsolt semmilyen füsttel fogja kiűzni az ördögöt a szakállas kisgyerekeket molesztáló bácsikról. Terry Black szerint ez a kijelentés tűrhetetlen, és előbb magukat kéne megtisztítaniuk, mielőtt verik a mellényüket. A transvestita előadó... Micsoda? Miket fel? Mellényüket ő. A transvestita előadó művész szerint 10 millió forintot ajánlottak fel neki a hallgatásért. A héten egyébként első ízben fordult elő, hogy egy... Megzavartal a kezzel, tényleg. Hogy egy magyar politikus nagy nyilvánosság előtt a másságról beszélt. A... Tibi, hat... Igen? Csütörtök reggel megvédte az Orbán Viktor a Tömjén Zsoltot. Igen. És szó szerint mondom a mondatát, mert szerintem van érdekesen van megfogalmazva. Ha a homoszexuálisok úgy gondolják, hogy képviselni kell az érdekeiket, akkor majd nyilván meg fogják tenni, de nem értem, hogy egy politikai párt miért tűzi őket a zászlóút végére. Nem a zászló végére, csak a zászló rúd végére. Gyerekek, én látom azt, ahogy különböző listák, tehát van az ügynök lista, van a homoszexuális lista. Lesz az ügynök homoszexuális lista, lesz a pedofil ügynök lista, lesz a sima homoszexuális lista, és mindegyikre fogják adni utána az internetőnek a magyarázatok, hogy én nem voltam homoszexuális, csak engem be akartak szervezni, de
én sok mindent láttam, de soha nem jelentettem, illetve a másik, aki úgy jól dugott, csak a számba akarták adni. De tudjátok, hogy voltak már dolog? Ezt a szegény szigeti fejét, aki teljesen véletlenül került a listára, elmondta, hogy semmit nem csinált a Kártágóból. Igen. Azt most már úgy hívták be, hogy bejött a zenekar is, hogy zenéljenek, érted? Tehát van egy kis ügynökközés, és aztán a következő nagy lemez, tehát... Mindegy, a viccet félretében a terrible le kellett kijelentésben az, hogy ez tűrhetetlen, amit mondott a Tömjén Zsolt, teljesen egyetértek. Pláne akkor, hogy mondhat ő ilyet, ha nem az országgyűlés emberi, jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának alelnöki posztjáról beszél. Ez mondhat ő bármit, csak akkor ezt itt ne legyen. Mondok még egy Orbán Viktor mondatot, jó? Hát a nagyon kedves. Csak tiszta folyásból. Aztán legyen benne valami jó zaftos. Jó, nem. Nem lesz olyan vidám. Arra még nem volt példa, pedig hogy... egyébként annyira az szokott lenni. Mi a zászló juda meg volt elégedve. Mi? A zászló juda meg volt elégedve. Az jó volt. Na. Arra még nem volt példa, hogy egy olyan nehéz és bonyolult életet élő csoportot, mint a homoszexuálisok politikai célokra használtak volna. Értsünk ezzel egyet, és most egy helyettesítsük be. Ez maga a politikai hátsó szándék. Most ugyanebben a mondatban a homoszexuálisok helyett behelyettesítek mást, jó? Jó. Arra még nem volt példa, hogy egy olyan nehéz és bonyolult életet élő csoportot, mint a mezőgazdaságból élők, politikai célukra használtak volna. Gyereket. Az a kérdés, hogy most... mit jobb túrni, a földet vagy mást? Komolyan annyit szeretnék mondani, hogy a Terry Blacknek, én nem tudom, hogy ez lehet-e ilyet csinálni, vagy nem, amire ő készül, de hogyha ő valóban olyan harcosan ki akar állni a jogokért, akkor azt a szót, hogy előbb magukat kéne megtisztítaniuk. Tehát az nem egészséges az a megtisztítani szó, hogyha ha homoszexualitásról beszél. Terry Black pontosan olyan, mint az, aki felrakta a 219 nevet a hálóra. Megint azt kérdezem, ha Terry Black úgy gondolja, és odaírja az én nevemet is, én hogy fogom magam kimosni, hogy nekem nem volt viszonyom vele? Hogy? Komolyan kérdezem. Egész komolyan kérdezem, hogyha azt mondják, hogy igen, mert Rebes a családapa, meg a négy házasság. Lista, és egyetlen egyféleképpen mindent bevallunk. Nem, én ezzel a terüleknek a listázással abszolút nem értek egyet. Azt el tudom kérdezni, hogy borzasztan pipa lett, és nagyon elkeseredett lett, és valami ostobaságot lép, hogyha ezt megteszi. Igen, de állítólag a törvény bünteti, hogyha ezt csinálja. Akkor én nem mondom, azzal abszolút nem értek egyet, hogy valami... Ha olvasata, ő nem bírja ki, hogy egy hétig ne szerepjen a lapokba. Tehát most elemezzük. Hogy a melegek nagyon-nagyon gyakran szoktak dicsekedni bizonyos trófeákkal. Ez is azért hozzátartozik az igazsághoz. Jaj, ez ilyen... De. Pista, hát ha van egy olyan meleg, aki nem dicsekszik vele, akkor te azt nem tudod, hiszen nem az dicsekszik igaz, vele. Hát akkor néhány, igen, meleg, néhány meleg nagyon sokszor mond olyan neveket nekem, amelyek, mint hogy néhány nem meleg is, ahogy a férfiak is szoktam, hogy nekem megvolt a Lolo Brigida, a Hernádi, meg ugye? Mindenki, és nem. Azt én soha nem vallottam be. A hírhez interneten Tibi 68 ezt írta, a honatyákkal szerintem nem az a gond, hogy homoszexuálisak is vannak köztük, hanem az, hogy nem végzik a dolgukat. Az ilyeneknek fel kellene vállalni a másságot, és ha a munkájukat jól végzik, akkor ez a kutyát sem érdekli. Igen, igen, igen. Bocsánat, csak nekem eljutott eszembe, akkor hívhatják őket homatyának, nem? Bocsi. Most mi van? Bocsi fuki. Ne haragudj, Teddy. Most baj lesz, vagy mi van? Ez jó. Boci Puki ezt írta, nekem a listakészítőkről van egy listám, de 10 millióért szívesen hallgatok. Softboton, olyan jó nevek vannak, Boci Puki, Soft. Listakészítő program eladó, ügynök, másság, pedofil opciókkal, menüből választható nevekkel, névteleneknek kedvezményesen. Pretty Mama, délelőtt nekem is volt egy listám, de az nem várhat a jövő péntekig, kenyértej, sajt, bor, felvágó. És megint csak Tibi 68. Ezek szerint lehetséges, hogy a jól ismert Orbán Viktor szlogen így alakul át, sokan vagyunk, de nem melegen? Nagyon jó!
Törökországban betiltják az egyes állatok latin neveit, mert bizonyos elnevezések szeparatista gondolatokat ébresztenek. Ozmán Pepe környezetvédelmi miniszter zavarja a kelet... Pepo vagy Pepe? Szerintem most már oda vitték. Jancsi, most már mindenbe bele fog szólni? Tényleg? De én értettem. Te vagy az egyetlen. Ozmán Pepe, hát így vagyunk. Ozmán Pepo Pál. Környezetvédelmi miniszter. Látod? Milyen jó, hogy nem is emlékeznek már a névről. Hát, milyen nagyon. De most eszünkbe jön. Környezetvédelmi miniszter zavarja a Kelet-Törökországban honos rókafaj, a Vulpes Vulpes Kurdistanica elnevezés. De hasonló... Nem csak tényleg szégezni zavart most. Belelassítottam a kurdnál, de hát... De hasonló... De hasonló súllyal esik latba az Ovis Armeniana nevű bárány is, amit eztán Ovis Orientalis Anatolicusnak kell nevezni. Na, hogy kimondtam én ezt? Teddy, hát akkor ez fejtsd ki, akkor. Hát 1824-ben... Nem, de helyettes... Olyasz papadémus. Nem, de gondold el, hogy ide jön egy román miniszterelnök, és beviszik egy magyar étterembe. Ebből ez jutott eszedbe? Hát eléraktam... Hát eléraknak egy étlapot, és akkor olvasol, hogy székely káposzta, erdélyi fatányéros, kolozsvári töltött káposzta, tordai Laci pecsenye, brassói apró pecsenye. Ennyi elég kifli. Is volt. Jó, de értem én. Hát akkor ezeket mind be kell tiltani? Tiltjuk be. Nem csak a Törökországban nagy, nagyon nagy béke és jólét uralkodik, és igen, ott már a szülkefajkasoknak különösen. Ott már ráér, ott már ez az egyetlen egy társadalmi gazdasági probléma van, hogy mi van az ovulátus... Semmi van, 10 millió kurd, néhány millió örmény, semmi probléma. Gédénes György, nagyhírű, tüneményes, fantasztikus, zseniális dalszövegíró, minden sláger, ő írt meg a Szenes Iván. Zsüti, mondjuk. Az elmesélte, hogy az 50-es években egy bizonyos másik dalszövegíró felosztotta a szavakat. Mert ő egy polgári elhajló elem volt, az meg egy kommunista, azt mondta, én használhatom csak drágám, szerelmem, holdfény, tópart, csók. Te használhatod üszök, fekély, empiriokriticizmus, lábszag, bordély. Tehát ez a tied, ez az enyém. Azokon a szavakhoz neki nem volt szabad nyúlni. Szakított az álompár. Ne. Na. De jó Isten már meg! Kicsoda! Bocskor Gábor és... Egy imájon! Bocskor Gábor és Molnár Anikó alig egy éve, hogy összejöttek, tavaly ősszel pedig már sokan házasságról, gyermek... és gyermekvállalásról beszéltem. Reméltem, beszéltem, hogy nem olvasod el, hogy van annyi szíved. Próbáltam titkolni előtt. Állam. Most azonban Anikó elköltözött. Várjál, olvasd el a következőt is? De most ezt olvasd el? Várjál, van-e orvosítani? Várjál, olvasd el a következőt is? A Barátok közt rajongók örömére másfél év kihagyás után visszatér a sorozatba a Berényi Katát alakító Juga Verő. Még egy csapás! Szerintem... A Bocskor és Anikó szerintem azon, az nem lehet vicces, hogyha két embernek rossz, de akár mondjuk csak egynek. De mi közöm hozzá, bocsáss meg! De nem ő, a Bocskor... Tehát aki... nem. Akkor mondom, voltak ilyen emberek, akik vazsárakat, meg bányákat adtak, vettek, és az kurva nagy meló, meg rizikós dolog, meg tönke mennek iparágat. És azt mondták, hogy csinálják a következőt, hogy veszünk egy lapot, és kiválasztunk 100 embert, ezt a 100 embert ismerté tesszük. Abból 20 elválik, 20 megcsalja a feleségét, 20 puszit ad valakinek, azt mondjuk, hogy megcsalja a feleséget, 20 kélek szépen nem ad puszit senkinek, tehát buzi, az utolsó 20 meg megsimogat egy gyereket, tehát pedofil, és erről írunk évekig, és sokkal jobban megélünk abból, mint hogyha vasat, meg bányát, meg ilyeneket szórakoznánk. Ja, ilyettelek, igen. Hogy például az, hogy Juga Veronika visszatér, azt tudtam, hogy eltért a sorozat, vagy egy visszatér. Fölhívtak egy... Te elmentél vele nyaralni, mi? Szóra idézem azt a Farkasházi, hogy megenged két kérdést, parancsoljon. Azt mondja, beoltatta magát influenza ellen? Mondom, nem. Azt mondja, miért nem? Azt mondom, mert nem szoktam influenzás lenni. Azt mondja, miért? Te jó Isten! Ő se lesz már influenzás. Ú,
úgy nézik, szerintem a Mimi randalírozik a leesett. Leesett a nézettség, azt hiszem. De hogy már itt vannak a traktorok, vagy mi van? Mondjál, Teddy. Hát ezt most hogy újra kell, hát... Nem kell újra. Ott tartottuk, hogy te nem szoktál influenzás lenni. Nem, az ott az első... Mondom, nem szoktam influenzás lenni. Azt mondja, miért nem mondom, ez sajnos ez ma a harmadik kérdés. De hadd tegyem hozzá, hogy a Bocskor Gabi, hozzáteszem, hogy nekem kedves jó barátom, az nem akarja, hogy őről a cikkezzenek. De persze, de otthon senki nem ezt ül, és én nagyon, nem is mondtam, persze. Nagyon szorongattal az egésztől. Egy, kettő. Mi abban a hír, hogy két ember összekerül, szerelmes össze egymásra, úgy gondolja, hogy majd összeházasodik, majd esetleg gyereket is csinálnak, és aztán egy év múlva kiderül, hogy ez mégsem így van. Ez ilyen naponta ezer történet van. Csak azért, mert a Bocskor... Az egy másik kérdés, hogy az Anikó végig haknizelve az összes újságot és kereskedelmi televíziót, hogy ez helyese. Én nem tartom annak. Azelőtt egyébként ezt királyokkal és hercegeket csinálták. Hát gyerekek, nekünk erre telik. Hát most mit? Van nekünk egy Károly meg egy Kamilla. De az ugyanaz. Az ugyanaz. Hát kit érdekel, hogy az egyik debil bulbon elvesz egy másik debil. Ha most legalább egy két hetet kell várni, még a Dajcs megint hát megőrül az ember. Mint hogyha a burzsák ellen lennék. Hát ezt nem azt mondtam, hanem mondtam még királyok. De te is rámutatsz. De nem azt hát mondtam, azért, hanem ez egy évezredes licenc, hogy híres embereket csinálunk. Tudd, hogy nekem nem volt, sem apósom, sem nagyapám nem volt a Samueli Tibor, de hát ez azért... A verevesek egyhelyi üldözési mániáim. Hát késő is van különben. Ide utal olyan mondatokat, amelyeket én nem állítottam. De hagyj meséljek nektek egy felkészült újságíró. Ez egy amerikai újságíró volt, aki felkért valakit táncolni. Az illető azt mondta, hogy uram, ne haragudjon, de három okból nem táncolok önnel. Miért nem? Először is azért, mert ön részeg. Másodszor azért, mert amire táncolni akar velem, az a perui himnusz. Harmadszor, én nem egy piros ruhás nő vagyok, hanem a limai érsek. Egyszer egyébként két hírről van szó, amiben egyikben sincs Samueli Tibor benne, nem? Mert már két hír... Tehát már a Berényi Katának azt hiszem a nagyapja volt a Samueli, de nem akarok ebben... Egyébként az a hír rosszul van, mert az valójában úgy néz ki, hogy a közeljövőben családja ismét ritkában fogja látni az otthon Juga Veronikát alakító Berényi Katát. Hát körülbelül... De egyébként... És így is van értelme. Ez jó. Elismeréssel tetszett nyilatkozni, még ha csökkentett mértékben... Igen, András. Benne leszel a tévében. A telefonszámú 0-3-5-2-1-4, a című Budapest 11-19, Fehérvári út 89-95. A teletek 637-es oldala azóta is érdekes, már hogy legutoljára ezt mondtam. Hetjeltes utat rtl.hu, azt pedig folyton folyvált egy e-mail cím, www.rtl.hu. Ezt kis ilyen mindig elfelejtem, de aztán még mindig elmondom az önök nagy örömére. Köszönjük a figyelmet, találkozunk egy hét múlva. Viszontlátásra! We'll be right back.